identitás meghatározó kampányt indít a Mi Hazánk mozgalom, hogy leszámoljanak a tabukkal. Mire gondolnak? Az Egyenes Beszéd kontrában Krug Emília mellett Németh Péter és Szlazsánszky Ferenc kérdezi Torockai Lászlót. Így van, jó estét kívánok, és jó estét kívánok nektek is. Jó estét. Hát menjünk a közepébe, hogy mit jelent az identitás meghatározó kampánya Mi Hazánknál, mert hogy újra elővették, idézem önöket, a cigánybűnözést, azt, hogy népszavazást kellene tartani az EU-tagságról, illetve hogy be kellene vezetni a halálbüntetést. Most túl azon, hogy demokráciában ugye bőrszín alapján nem kiáltunk bűnöst egyrészt, másrészt nem vezetünk be halálbüntetést az Unióban. Olyan, mintha nem tudnának újat mondani, mert hogy ezeken a témákon kívül semmi más nem vesznek elő, ennyire ötlettelen a párt. Ezek megoldódtak, ezek a problémák? 20-25 éve, amióta politikával foglalkozom, azóta ezeket a problémákat senki nem oldotta meg. Ezeket a problémákat csak szőnyeg alá söpörték 2010 óta is, sőt mondjuk akár a magyar cigány együttélés problémáját Farkas Flóriánnal súlyosbították. Mit jelent az, hogy magyar cigány? Hát vannak magyarok és vannak cigányok. Ezt én úgy gondolom, műsor, hogy vannak. Drága műsoridőt szerintem erre nevesztegessük. Ez tény. Hát hogyha nem lenne. Tehát a cigányok nem magyarok. Nem lenne cigány Magyarországon, akkor miért van. De van magyar bűnözés is? Cigány. Van magyar bűnözés? Van magyarok által elkövetett bűnözés, és van egyébként például olyan a magyar társadalomra, de van egyébként, mert a magyar társadalomra olyan jellemző dolog például a korrupció, ami azt gondolom, hogy példátlan, mondjuk a dánokkal összehasonlítva sajnos Magyarországon a magyar emberek az elmúlt évtizedek, ez még a Kádár rendszerben elkezdődött egyébként, és gyakorló polgármesterként is szembesültem azzal, hogy a magyar emberek számára, sajnos ezt mondjuk a közmunkásaink esetében, aki mondjuk hazavitte a krumplit, amit megtermeltünk, engedély nélkül, ugye az gyakorlatilag lopásnak számít, és elmagyaráztam nekik, hogy a korrupció az itt kezdődik, vagy ott kezdődik, amikor az ásotthalmi búcsún az árusok, amikor én oda megyek a kislányommal egy vízipisztolyt venni, és meg akarja venni a kislányom a vízipisztolyt, rám néz az árus, és azt mondja, hogy a kislányomnak, hogy ez nem kerül semmibe. Mert ugye látja, hogy az édesapja a polgármester, és én elmagyarázom, nem, ugyanannyi pénzbe fog kerülni nekünk, mint bármelyik embernek itt ásotthalmon ez a játékpisztoly. Tehát igenis a magyar társadalomra sajnos jellemző az, hogy mindenki természetesnek tekinti, hát, hogy korrupció van Magyarországon, én meg nem akarom elfogadni, nagyon hogy korrupció az ön becsületes legyen meg az, Magyarországon. Nem hajlandó elfogadni még egy vízipisztolyt sem, de ez nem menti az alól, hogy itt cigányzik. Nézze, egyébként gyakorló polgármesterként, ha már az előbb így említettem, egy olyan település polgármestereként, ahol megállítottuk a migrációt, én természetesen rendőri vezetőkkel, nyomozókkal rendszeresen konzultálok, és pontosan tudom, hogy mi az igazság, még akkor is, hogyha az egyetlen politikai erő vagyunk, amely erről mer ma Magyarországon beszélni, de például az úgynevezett unokázás, a rendőri szakzsargon használja ezt a szót, ez 100%-ban cigányokhoz köthető bűncselekmény, ezt rendőri vezetők mondják el nekem, amikor négy szem között beszélgetünk. Hadd kérdezzek igenis egy pár konkrétumot, hogy ön szerint hány bűneset volt Magyarországon 2017-ben hány bűnesetet regisztráltak? Hát körülbelül. Pont 2017-ben éppen hányat regisztráltak, ezt nyilván tudom, hogy fejlő megmondani. Nagyságrendileg. Miért van ennek most jelentősége? Hogy 200, pontosan 2017-ben mennyi bűncselekmény? Ebből mennyit követtek el cigány származású állampolgárok? Vagy honnan tudható ez, hogy mennyit? Minden magyar ember pontosan tudja, hogyha elmegy mondjuk a börtönökbe, megnéző, hogy kik vannak a börtönökben, akkor azt fogja látni, egyszerűen, hogyha elmegy a börtönbe, akkor tényszerűen megállapítható, hogy mondjuk a társadalmon belül a cigányság számarányát tekintve, ahhoz képest a börtönökben lényegesen többen vannak, tehát felülreprezentált a cigányság létszáma. Polgármester, vagy az előbb ugye arra nem válaszoltak. Bocsánat, mert muszáj itt még egy pillanatra megállnunk, mert ez egy borzasztó olcsó népszerűség, amit ön csinál. És ez visszatér egy 10-15 évvel a korábbi időszakhoz, 20 évvel korábbi időszakhoz, hogy igen, az a magyar emberek közül sokan szeretik hallani azt, hogy cigánybűnözés van. Nem, szerintem a magyar emberek zöme azt szeretné hallani, hogy megoldódtak ezek a problémák, de nem oldódtak meg. A korrupciót kellene talán inkább így megoldani. Van. Nézze, éppen ma jelentettem be, hogy korrupcióellenes aláírásgyűjtésbe kezdett a Mi Hazánk mozgalom. Tehát mi ezzel is foglalkozunk. Csatlakozzon Hatházi Ákos. Ezzel is foglalkozunk, és nem csatlakozunk, mert ugye a Hatházi Ákosék európai ügyészséget szeretnének, amit mi mereven elutasítunk, ugyanis mi azt mondjuk, hogy nem jó. Oké, térjünk vissza oda, hogy egyébként miért számít az, hogy a bűncselekményt cigány vagy nem cigány követte el? Azért, hogy meg legyen büntetése, nem? Azért, mert hogyha nem mondunk ki olyan nagyon fontos körülményeket, mint egy szubkulturális körülmény, tehát nem mondjuk el azt,
hogy máshogy büntetné cigány... őket, vagy mi ennek a jelentősége? A cigányságon nem máshogy, a politikus akkor... bűnözőket büntetnénk dupla büntetéssel, nem a cigány származású bűnözőket. Miért kell ezt kimondani a népszerűségét? Mert ahogy az előbb mondtam, tehát miközben rendőri vezetők, szakemberek elmondják nekem, de nem merik elmondani itt mondjuk, hogyha a televízióban meghívnák önöket, én meg elmerem mondani, ők elmondják nekem azt, hogy például az unokázás, ami csak hogy tisztázzuk, mert Facebook oldalon már látszott, hogy sokan félreértették, tehát nem pedofíliát jelent. Az unokázás az azt jelenti, ez egy csalási forma, hogy felhívják ezek a bűnözők idős embereket. Egyébként jellemzően, ha már itt tartunk, akkor magyar idős embereket felhívnak, és azt mondják a telefonba, hogy ők az unokájuknak a barátai, vagy személyesen ők az unokák, akiket valamilyen baleset ért, és így pénzt csalnak ki az idősekből. Tehát ez a típusú bűncselekmény, ez rendőri szakzsargonban unokázás, rendőri vezetők és nyomozók elmondása szerint 100%-ban egy szubkultúrához köthető, mert a prevenció mondani, hazudnak. Hát nézze, biztos, hogy jobban ismerik ezt a problémát, mint nem, ön, hiszem, mert kizárt, ők... Kizártnak tartom. Az, hogy hazudnak, egy rendőr nyomozó, egy rendőr nyomozó nem ismeri jobban ezt a problémát. A rendőr nyomozó magának akar valami jót mondani. Ne vicceljen már, hogy 100%-ig hogy meri kijelenteni, bármely. Úgyhogy ezzel foglalkozik, minden nap találkozik azokkal a bűnelkövetőkkel. És ő meg tudja állapítani, hogy ők honnan van. De én pontosan tudom, hogy igazat mondanak nekem. Pintér Sándor belügyminiszter már 2010-ben azt mondta, hogy 2 hét alatt rendbe tették az országot. Nyilván az túlzás volt, de azóta akkor én azt állítja, hogy a Fidesz kormány 8 év alatt nem tette rendbe, ezt rendőri vezetők állításaira alapozza? Így van, nem csak rendőri vezetők, hanem nyomozók, tehát akik tényleg a terepen vannak, az ő állításaikra hivatkozok. És egyébként igen, azt gondolom, hogy az elmúlt közel 9 esztendő alatt szinte semmi nem történt ezen a fronton. Hogyha mondjuk családpolitikai intézkedéseket nézünk, akkor ott vannak olyan pozitív fejlemények, amiket tudunk támogatni. De például ezen a területen semmi nem történt, és sem a Fidesz, sem a Jobbik, aki korábban még cigánybűnözésről beszélt, ma már nem beszél ezekről a problémákról, holott ez nem oldódott meg. Én még mindig nem értem azt, hogy mondtuk is, hogy börtönbe kerültek ezek az emberek. Magyarán akkor megkapták a méltó büntetésüket. Akkor miért számít az, hogy egy cigány vagy egy nem cigány követel valamit? Hogyha nem büntetné másképp? Azért, mert például a szabaduló buli, hogy még mindig ezeket a szakembereket, rendőröket idézzem. Tehát a szabaduló bulinak, hogyha egy hagyománya van, hogyha ez menő dolog, hogyha tanítja a nagypapa az unokát arra, hogy hogyan kell például csalni, vagy hogyan kell mondjuk lopni, vagy ezeket a speciális bűncselekmény formákat, hogyha itt nem mondjuk ki az igazságot, hogyha például, önnek válaszoljak, hogyha például cigányvezetőket, de nem Farkas Flórián, tehát cigányvezetőket nem vonnak be, vagy nem vonunk be ezeknek a problémáknak a felszámolására, akkor tulajdonképpen csak tüzet oltunk, nem lehet prevencióról beszélni. Tehát lehet a szőnyeg alá söpörni, csak hogyha elmegy egy cigánytelepre, és hogy ez... Alapvetően oktatásról van szó, azt kell megoldani, munkahelyről van szó, azt kell megoldani. Munkahelynek ez semmi köze. De hogy ne lenne? Hát hogy ne lenne itt a 90-es évek elején? Hát hogyha divat a bűnözés, egy picit hagynak kell, hogyha megnyíltek a... Egyetlen egy kérdés még ide, azt tisztázzuk, amivel kezdtem, hogy miért úgy beszél, hogy magyar és cigány? Hát azért, mert mindenki tudja, hogy vannak Magyarországon cigány emberek. Hát ez ilyen de ön egyszerű. Különbséget ne vitassuk a magyarok tőlük, hogyha és ők... a cigányok között. Tehát, hát, hogy mintha azt csuggalja, mintha a cigány ember nem magyar lenne. De hát cigány nem, mert alapvetően ők cigány emberek, ők alapvetően cigány emberek, van zászlójuk, láthattuk most a Kossuth-téri tüntetéseken is. Tehát ők maguk, ne vitassuk már el a saját azonosságtudatukat. Ez nem a mi dolgunk, hogy elvitassuk, nem? Hogyha ők cigánynak tartják magukat, hogyha megalakítják nem, a saját cigány kisebbségi önkormányzatot, vagy mondjuk az OPRE Roma párt most már cigány autonóm területről beszél, hát akkor most miről beszélünk? Hát ez egy létező politikai. Nagyon rosszul érzem magam az ilyen típusú beszélek, mert ők magyar cigánynak tartják magukat, és magukat félretolja őket. Azt mondja el nekem, legyen ön kedves polgármester úr, hogy... Amikor parasztoznak, amiben egy látens rasszizmus van, akkor ön szerint az mi? Nem tudom, az a tisztában az parasztság. Van, hogy... Parasztság. Nem, az egy nagyon nagy divat a cigányok körében. Nem tudom, ismeri a valóságot? Az a látens rasszizmus. Jó, nem az, hogy mi beszélünk valós problémákról. Teljesen rossz vágányon vagyunk, úgyhogy nem akarom ismerni így a valóságot. Azt akarnám megkérdezni öntől, hogy önnek ki a nagyobb ellenfelük, a Jobbik vagy a Fidesz? Nézze, mi ugye egy harmadik pólus szeretnénk létrehozni, tehát mi vagyunk a gyurcsánymentes ellenzék, sem a balliberális tömbbel nem tudunk együttműködni, sem a Fidesszel nem tudunk együttműködni. Nem tud nem kirekesztően gondolkodni? Megvannak nem tud nem kirekesztően gondolkodni? Egyáltalán nem kirekesztés. De az, hogy nem az, ha valaki azt mondja, hogy nem akarok gyurcsány csapatával az egy kirekesztő mondat.
Hát, az odáig teljesen rendben, hogy az, hát hogy harmadik Gyurcsány, pólus. Szerintem jobb lenne Gyurcsány Ferencet kirekeszteni egyébként a magyar politikai életből. Tehát ez a véleményem, több szavazója van, mint önöknek. Ez azért lehet. Jó, de mi most jöttünk létre. Hát mi egy friss pártunk, hát egy új pártunk. Ön a politikai életben elég régóta benne van. Ez így van. 2006-ra is emlékszem. Igen, csak amikor a közvélemény kutatók megkérdezik az embereket az utcán, hogy kire fog szavazni, akkor nem Toroczkai Lászlót kérdezi meg, hanem mondjuk a Mi Hazánk mozgalmat, ami egy új név. Tehát most ne hasonlítsuk össze a demokratikus koalícióval támogatott, csak meg nem erről szól. Tehát lehetnek sokkal erősebbek, attól még soha az életben nem fogok, pont az előbb említett 2006 és 10 közötti tapasztalatok miatt, soha nem fogok együttműködni Gyurcsány Ferenccel. De ez a szíve joga, én csak azt kérdeztem öntől, hogy tudom, ez miért kirekesztés. Muszáj, tehát, hát nem hallja saját magát? Nem tudom, mert együtt kéne működnöm Gyurcsány Ferenccel. Nem, a mondatairól beszélek. Inkább legyek kirekesztő ön szerint. A Jobbikról érdekelne a vélemény. A kormány most ugye úgy kommunikál, hogy előkészületben van egy baloldali Jobbik összefogás, vagy más kifejezésekkel élve egy kommunista-náci összefogás. Ön szerint a Jobbik náci párt? Ez megszületett ez az összefogás, tehát ne jövőben beszéljünk erről, ez megszületett ez az összefogás, és ez az elvtelenség összefogása. De a kérdés lényege, hogy a Jobbik összefogás náci párt? Nem, ebbe a játékba sem fogok belemenni, hogy én definiáljam akár a Jobbikot, a demokratikus koalíciót, vagy a szocialista párt. És csak a Jobbikra kérdezem, hogy ön szerint náci párt? Szerintem a Jobbik meghatározhatatlan. Tehát a Jobbikban ugyanúgy felbukkannak akár a skinhead, szélső jobboldali vagy nemzeti szocialista motívumok, mint liberális motívumok. Tehát én azt látom, hogy ők egy teljesen elvtelen pártá váltak. Mert maguknak mi az elv? Hát nekünk elsősorban, nekünk Szabó Dezső idézetével szólva, minden magyar felelős, minden magyarért. Ez a mi elvünk. Ez mit jelent? Hát szerintem ez elég egyértelmű. Minden magyar felelős, minden magyarért. Mit jelent? Egyébként az előbb mondta, hogy kivel nem hajlandó. Nézze, tehát nem, nézze, már mondott olyat, akiért nem érez felelősséget. Elmondom önnek, hogy mit jelent, hogyha egy csalóközi magyart, mint például éppen ma beszéltem, egy csalóközi, tehát felvidéki vagy szlovákiai magyar település helyi önkormányzati képviselőjével el akarnak nyomni, hogy ott a magyar iskolát próbálják megszüntetni, három betelepült szlovák család miatt szlovák oktatást követelnek állami nyomásra tőlük, akkor nekem ez fáj, ez a probléma, mert magyar vagyok. Tehát menni fogok segíteni ennek a felvidéki magyar falunak. Hogyha egy devizahiteles fordul hozzám a maga problémájával, mint például ugye most az elmúlt hónapokban, decemberben több mint 400 feljelentést tettünk devizahiteles szerződésekkel kapcsolatban, sorban jönnek a nyomozást elrendelő határozatok, tehát eredményeket tudunk fölmutatni, miközben az előbb említett balliberálisok, vagy éppen a Fidesz cirkuszából azzal, hogy egymásra mutogatnak, miközben mind a kettő tömnek megvan a felelőssége abban, hogy a devizahitelesek és több százezer magyar ember tönkretételeit 2004-2003 óta zajlik Magyarországon, akkor ezt jelenti az, hogy minden magyar felelős, minden magyarért. Nekem fáj az, hogyha tönkretettek a bankok. Bocsánat, magyar és politikus bűnözőt jelentettek már fel? Vagy tudna mondani néhány politikus bűnözőt? Mert igen, az egyik. Igen. Hát elsősorban, ami ugye az én szakterületem, az ásotthalmi polgármester elődöm, egy 18 évig regnáló fideszes polgármestert elszámoltattam, meg volt a lehetőségem, meg voltak az eszközeim. Ha a választópolgárok megbíznak bennünk, és a szavazataikat, a voksaikat ránk adják, akkor ugyanazt fogom majd tenni, amit ásotthalmot tettem. Átvilágítottam a polgármesterségem előtti és éveket, feljelentettem, bíróság előtt van, gyakorlatilag vádlottak lettek belőlük. Mutatja a magyar közállapotokat, ahogy az igazságszolgáltatás működik, hogy a feljelentést 2014-ben tettem, és még mindig nincs ítélet. Csak egy villámkérdés. Európai parlamenti választások, állítanak el listát, megvan-e már a listavezető? Természetesen állítunk listát, tudjuk, hogy ki lesz a listavezető, viszont még ezt azért nem közölhetem, mert több olyan szervezettel, például két olyan történelmi párttal, mint a Magyar Igazság és Életpártja és a Független Kisgazdapárt, jelenleg is tárgyalunk, tehát egy összefogás jellegű nemzeti listát szeretnénk állítani, egy-két héten belül nyilvánosságra hozzuk. Köszönjük szépen, nektek pedig a kérdések.